Tamási már immár hagyományá vált, hogy a térség önkormányzatainak bevonásával közfoglalkoztatási kiállítást szerveznek, melyen megmutatják mindazokat az értékeket, melyek ezen a foglalkoztatási rendszeren keresztül jönnek létre. Az idei kiállítás megnyitójában Szulimán Zsolt, a belügyminisztérium közfoglalkoztatási főosztályvezetője kiemelte, bár a rendszer az elmúlt 10 esztendő alatt átalakult, de jelentőségen nem csökkent, hiszen számos család életében még ma is ezt jelenti a mindennapi kenyérre való keresetet. A közfoglalkoztatásnak igenis van jövője, hiszen egy olyan feladatot lát el, amely hidat képez az álláskeresői lét és a nyílt munkaerőpiac között. Lehetőséget kínál arra, hogy munkát és jövedelmet biztosítson mindazoknak, akik önhibájukon kívül elveszítették állásukat, és rövid időn belül nem tudnak visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra. A kormány 2022. évre is biztosította mindehhez a forrást, így jövőre 120 milliárd forint jut a közfoglalkoztatás finanszírozására. Továbbra is számítunk tehát a közfoglalkoztatottak aktivitására, szerepvállalására, hogy minél több álláskereső számára tudjanak munkát, megélhetést biztosítani, munkájukkal minél szélesebb rétegeket vegyenek alkalmassá arra, hogy tartósan visszatérjenek a munkavilágába. Tamási város térségi vezető szerepében kötelezettsége felkarolni a környező településeket, emelte ki Polga Ferenc polgármester. És ezek az alkalmak, valamint a rendszeres piacnapok adják a lehetőségét a közfoglalkoztatásban megtervelt javak értékesítésének. Megítélése szerint a közmunkaprogramnak még mindig van realitása. A számok ugyan javulnak, de még a legtöbb településen komolyabb közfoglalkoztatotti létszámmal lehet számolni, és jó néhány ilyen program működik folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ezeknek a programoknak még mindig van realitása, és ahogy itt a kiállításon, itt a közfoglalkoztatási kiállításon, vagy hogy mi nevezzük termékbörze, körbenézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ezeken a programokon belül komoly értéket tudnak előállítani a programokban dolgozó közfoglalkoztatottak. Azt hiszem, hogy ez még mindig mintaszerűen tud működni. Azt sem szabad elhallgatni, hogy van egy olyan folyamat, hogy legtöbb településen az utóbbi 2-3 évben jelentős mértékben csökkent a közfoglalkoztatottaknak a létszáma, és ez elsősorban azért van, mert ők az elsődleges munkaerőpiacon találtak maguknak munkalehetőséget, és ez rendben is van, hiszen ennek a programnak a célja tulajdonképpen ez volt, hogy a munka világába átvezesse ezeket az embereket. Ez egy jó részben már sikerült, de még vannak tartalékok a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy ennek át is kezdett alakulni, és át is fog alakulni, hiszen egyre jobban piacra termelünk, tehát azért ennek kell átalakulnia, de van egy bizonyos szint, van egy olyan része, ami viszont megmaradt. Tehát azokat a területeket, amiben mondjuk az árkokat tisztítják a kollégák, tehát ezeket a helyi dolgokat, ezek megmaradnak szerintem a közfoglalkoztatási programban. A kis településeken egyre nehezebb elviselni a közmunkaprogramból kiesett létszámot, mondja Pajor Ágnes kisszékely polgármestere, hiszen a helyi feladatok ellátására nem lesz rövidesen munkaerő. De évben is mindig igyekszünk úgy indítani, hogy egy kicsit kifaggatom a dolgozókat, hogy egész évben számíthatunk el munkájukra. Aztán persze azért mindenkinek ez a jövedelem azért kevés, amit ebben a programban készet kapnak fizetéskor, így aztán hát előfordul, hogy keresnek maguknak a környékben, de van, aki persze távolabbra is elmegy dolgozni, és így sajnos csökkenik a létszám, és ez gondot okoz nekünk mindenképpen a folytatásban, hogy az éppen abban az évben, amit vállaltunk, azt meg tudjuk tenni még, és hát pótolni is nehéz a helyüket, úgyhogy ez nem könnyű. Ezzel a kiállításon is tapasztaljuk egyébként, hogy milyen szívesen megveszik az emberek a házi készítésű savanyúságokat vagy termékeket, amiket ide elhozunk, és hát helyben is jönnek hozzánk. Az egyesületek is, hogyha rendezvényt szerveznek, akkor onnan vásárolnak különböző savanyúságokat, és mi a magunk rendezvényezést nyilván felhasználjuk, és de egyébként igen, keresik a faluból is, mert ízlik, mindenkinek nagyon jó ízűek ezek a termékek, és a helyi termékek azok mindig nagyon népszerűek. Vannak olyan települések, amelyek részben közvetve vagy közvetlenül a piacra is termelnek,
nagyon, nagyon sokan a közétkeztetésbe forgatják bele az előállított termékeket, vagy a megtermelt, főleg zöldség és gyümölcsféléket. Én ezt úgy gondolom, hogy hasznos, hiszen ezek helyi alapanyagokból, helyben készült olyan termékek, amelyek a lehető legegészségesebbek, és hogyha ezek kerülnek be a közétkeztetésbe, én azt gondolom, ezzel mindenki jól jár. Horváth Kálmán kormány megbízott arról beszélt, a térségre 2021-ben 1,1 milliárd forint jut a közmunkaprogram finanszírozására, és az összeg várhatóan a jövőben is rendelkezésre áll majd. Tehát olyan munkákat kell adni az embereknek, amiről ő is belátja, hogy van értelme a munkájának. Itt szeretném azt kihangsúlyozni, hogy olyan emberekről van szó, akik időlegesen kikerültek a munkavilágából, viszonylag hosszú időn keresztül saját erőből nem tudtak maguknak úgynevezett pénzkereseti lehetőséget találni, és ilyenkor jön a kormány, jön a kormányhivatal, jönnek a polgármesterek, a polgármesteri hivatal dolgozó, és úgymond hóna alá nyúlnak ezeknek az embereknek, hogy értelmes munkát tudjanak adni, és nyilván segítséget abban saját magukat és a családjukat el tudják tartani. A tamási közfoglalkoztatási kiállításon és térségi termékbőrzén Tamási és Dombóvár térségének 21 önkormányzata mutatta be termékeit.